Naponta 16 ezer jármű halad át az Ifjúság körúton, a városnak ez az egyik legforgalmasabb útszakasza. Az utóbbi években számos út megújult már Győrben, a kormányzati támogatásnak köszönhetően pedig most már az Ifjúság körút teljes hosszán is 21. századi körülmények között lehet autózni, mondta Borkai Zsolt. Együtt közös összefogással mindig is keresünk azokat a lehetőségeket, hogy az önkormányzat finanszírozása mellett volt találunk akár Európai Uniós támogatási rendszert, vagy éppen direkt állami beruházással támogatott lehetőségeket, és együtt közösen sikerült megtalálni, és én azt gondolom, nagyon-nagyon jó helyre került, hiszen eléggé forgalmas útról van szó, ezáltal biztonságosabbá, és nem utolsó sorban pedig csendesebbé tettük ezáltal a közlekedést, hiszen aknafedelek és minden egyéb javítási munkákkal, kiépítéssel mindenképpen egy 21. századi utat tudunk átadni. A felújítás első üteme 2016-ban készült el, ezt teljes mértékben az önkormányzat finanszírozta, a második ütemhez pedig a kormány 200 millió forinttal járult hozzá. Örültem neki, hogy tudott a kormány forrás biztosítani. Szerintem ebben a legfontosabb üzenet az az, hogy az itt élőkkel, a város önkormányzatával a kormány közösen tudja fejleszteni a város. Nem az az első ilyen beruházás, és biztos vagyok benne, hogy nem az utolsó. A személyes szám, meg a személyes vonás, én is az Ifjúság körúton nőttem föl, így jól ismerem az itt élőket, meg egyáltalán ismerem, hogy milyen adottságai van a városrésznek, és nagyon-nagyon fontosnak tartottam, hogy legyen rendben az Ifjúság körút, dolgozunk tovább a divárosban is, meg az egész városban is. A második ütemben az út 750 méter szakaszon kapott teljesen új burkolatot, a szakemberek pedig a felújítás során Járda-szigeten megtört zebrákat is kialakítottak. Mindenféleképpen időszerű volt, hiszen az eredeti útpálya az egyidős volt magával a lakóteleppel, tehát ez már elöregedett, az öregedés következtében ugye a forgalom hatására jelentős zajterhelése, hiszen az úthibákon ugye óhatatlanul zörögnek, dübörögnek az autók. Ez az új burkolat egy sima gördülés biztosít, tehát ez jelentősen csökkentette a környezeti zajhatást is. Győrben az elkövetkezendő időszakban megújul a Szigeti Attila út és a Szabolcska Mihály utca is.